Míg Hámori Gabi az égbe, mi a következő előadásra repülünk. Egy törökre. 10 percünk van, hogy odaérjünk a Kosztolányi Dezső Színház régi termébe. There is something in my mind. It really scares me. I don't know what it is, but it, there is something in my mind. Ez az előadás egy agresszív gesztus, egy sóhaj. Talán ez a legjobb szó rá. A szeretetről, az elutasításról, az elutasítottak sérült lelkiállapotáról szól. Csalár Itoldaj, remélem jól ejtem, a darab rendezője és színésze is. Nincs két egyforma előadás, mindig a közönséggel összhangban változik. You are from Istanbul. Are there many contemporary modern theaters there? Theaters or artists. There are some artists and lots of projects, contemporary projects for actually about performance, but not theater companies. The biggest ones are City Theater and National Theater. They are so classical. They do projects in a really classical way, but there are some private small companies which are more contemporary. I took the word from hip hop or rap terminology. I took some images from my life, my own life, and I'm dissing them. The festival also it's the best challenge for artists to improve, to explode, to learn something. We have to face to each other. It's the best way. That's why I would love to thank everyone in the festival who worked for it. Ma egy horvát darab, a 91-95-ös generáció és egy magyarországi, a Quartet debütál. A váróteremben még soha nem hallottam ennyi szerb hangot. Úgy tűnik a szerb éppen úgy készül a horvátra, mint a horvát a szerbre. Csak ők a függöny mögött. Megérkezik Tolnai Ottó is. Mivel az előadás késik fél órát, még van egy kis időm. Én minden előadást megnézek, ugyanis egyik jobb, mint a másik. Az a jó, hogy itt Szabadkán történik valami más, mint ami egy begyöpösödött valamikori népszínházi jellegű színház volt. És nagyon fontos az, hogy épp ezt a Kosztolányi Színház fedezte fel, és fontos az, hogy ezt Desirének nevezik, hiszen Kosztolányi városa. Hihetetlen érezni, hogy hogyan lélegezik a közönség. Már a Zágrábi Ifjúsági Színház. A 91-95-ös generáció két katonai alakulatra oszlik. Egy bosnyákra és egy horvátra. A két titkos bevetésen lévő hadsereg valahol a boszniai végeken találkozik. A zűrzavar elkerülhetetlen. A darab érdekessége, hogy a fiúk éppen a délszláv háború idején születtek. Ők az a generáció, amely számára a háború tapasztalatát kizárólag az iskola és a család adta át.
Ők 12-en kalauzolnak el minket a 90-es években. Šta su vaši roditelji pričali o ratu? Naši roditelji baš izbjegavaju te teme. Sjećam se neke svoje deke, nekih svojih igračaka i bijega u sklonište i tamo smo bili 2-3 sata i to je sve što se ja sjećam od rata. Je bilo zanimljivo da ljudi koji su rođeni u to vrijeme i nastupaju, jer se ova predstava kroz sat povijesti bavi u stvari s tim što je naša sadašnjost i što je budućnost. Problem te predstave je to da je ona došla prije u Suboticu nego u Split. Mislim da ono je, može biti bitna i u Subotici, jer ovo je jedna... tu imamo više nacije, tako nije, ali bez obzira na tu činjenicu, činjenica da smo mi relativno rijetko igrali po Hrvatskoj nije najbolje za tu predstavu, jer ona prije svega govori o ulozi Hrvata. Da li želiš da budeš glumac? Pa evo, iskreno, mene gluma toliko ne zanima. Pa gledajte, ja sam muzičar, da želim biti glumac. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? S ruske strane je sigurno miniran. Horvát-szerb ellentétekről és mindazokról, ha szabad így mondanom, ostobaságokról, amelyek így összegyűltek ez a kérdéskör között, én színpadon még nem láttam őszintén beszélni.